Tisztelt honfitársaim! Magyarország rendkívül mély erkölcsi válságba került. Azok a szólamok ugyanis, amelyeket a kormány több mint egy évtizede hajtogat, egyik pillanatról a másikra üressé váltak. Úgy is mondhatnám, kiderült a kormányról, hogy hazudtak reggel, éjjel, meg este. A szavak és a tettek olyan távol kerültek egymástól, hogy mostanra az egész ország számára világos lett, a nemzeti és a keresztény értékrend hangoztatása mögött valójában nincs más, mint Tónik, Barbik és Ádámok. Mennyit, de mennyit hajtogatták nekünk, hogy ez egy családbarát kormány. Hányszor, de hányszor hallottuk a gyermekvédelem fontosságát. Ehhez képest a Fidesz két vezető politikusa nem elég, hogy pedofil bűncselekményben érintett, de még azok között is kirívóan gyalázatos ügyben mentette fel gyakorlatilag az egyik bűnsegédet. És megint emiatt olyan témáról kell egyáltalán beszélni, ami nem képezhetné vita tárgyát. De kedves barátaim, hogy van az, hogy a gyerekeket 13 éven keresztül bántalmazó, a helyzetével súlyosan visszaélő, aljas, undorító pedofil igazgató is megúszhatja 8 évvel? Ez igazságszolgáltatás? Egy 19 éves fiú öngyilkos lett. Ezért is vagyunk itt ma. Érte és sok-sok társáért. Gondoljunk bele. Ilyen életek vannak Budapesttől 30-40 kilométerre. Hát ordít, hogy rendszer szintű változás kell mind a büntetőjogban, mind a gyermekvédelemben. És igenis, kasztrálni kell a pedofilokat. A mi hazánk... A mi hazánk törvénymódosítást kezdeményez ezügyben, hiszen az esetükben sokkal nagyobb egyébként a visszaesőknek az aránya, mint más bűncselekmények esetén is. És miközben a kormány ennyire hangoztatja, hogy családbarát, aközben azt látjuk, hogy évről évre kevesebb magyar gyermek születik. Sőt, soha a történelmünkben nem születtek annyira kevesen, mint tavaly. Kimondhatjuk tehát, hogy a kormány 14 év alatt sem tudta elérni, hogy a magyarság legalább fenntartsa a lélek számát. Az Orbán kormány nem találta meg a demográfiai vészkorszak ellenszerét. Minden állami intézkedés ellenére a fiataljaink ma azt mondják, nekik nem elég vonzó gyermeket vállalni. Pedig nincs ennél gyönyörűbb dolog az életben. Óriás plakátokon is csak a kormánypropagandát folytatják 100 milliárdokból, miközben szép lassan cserélik le a magyar munkavállalókat idegen vendégmunkásokra. Ez lenne a keresztény Magyarország védelme. A Fidesz rendszerében valójában a Nagy Magyarország parkban is indiai vendégmunkások laknak. Milyen szimbolikus, nem? Pedig ez nem az ő földjük, hanem a mi hazánk. És olyan hangzatosan védelmezi a szuverenitást is a kormány. És valóban az amerikai nagykövetnek semmi keresnivalója nincs a Magyarország gyűlésben, ha épp Svédország NATO csatlakozásáról szavazunk. Ő itt nem helytartó. De hogyan lehet megvédeni a politikai mozgásteret, amikor az országot kiárusítják a multiknak, akik több támogatást kapnak még annál is, mint az egyébként joggal kárhoztatott szocialista kormányok idején kaptak. Hát milyen patriotizmus ez? Milyen szuverenitás ez? De a magyar vállalkozásoknak nem csak az agyonpénzelt multikkal kell felvenniük a versenyt, hanem az olyan óriás tehetségekkel is, mint amilyen Mészáros Lőrinc. Pofátlanul lopják szét az országot valójában, talicskázzák ki a közpénzt, miközben emberek százezreinek kell számolgatni a hónap végén. Hát milyen kereszténység ez? Milyen nemzeti keresztény politika az, ahol Tóni
a magyar családok életét tönkretevő, maffiát működtető Sadül György haverja. Mire használja Tóni a titkos szolgálatokat? Arra, hogy védje a szuverenitást? Vagy zsarolásra, önérdekre, pártszolgálatra? És milyen túlárazásokkal működik a kommunikáció vagy az állami beruházások? Az a baj, tisztelt honfitársaim, hogy ez nem egy holmi rendszer hiba. Ez maga a rendszer. Valójában ez a rendszer. És a mi hazánknak nemzeti ellenzéki pártként az a dolga, hogy sokadszor is tükröt tartson. Nem beszélhet a kereszténység, a gyermekvédelem, a nemzeti politika nevében az, aki közben pedofil segédeket menteget, aki szétlopja az országot, aki becsapja az embereket, aki a kárpátaljai magyarokat sanyargató Ukrajnába küld pénzt, mikor Magyarországon alapvető megélhetési problémákkal küzdenek százezrek. De kevesebb, mint 4 hónap múlva választások lesznek Magyarországon. Minden magyar ember véleményt mondhat arról, hogy mit gondol erről az álszentségről, a velejéig romlott rendszerről. Egyértelművé kell tennünk. Számunkra nemzeti értékrendű, a globalizmus ellen harcoló emberek számára a baloldalra való átállás egyenlő a hazaárulással. Azzal a globalistákat kiszolgáló pincsi kutya mentalitással nem lehet Magyarországot felemelni, hiszen ők nem a magyar emberek érdekében cselekszenek. Ez régóta világos. El kell tehát vinnünk a reményt minden egyes, most felébredt honfitársunkhoz, és megmutatni, a mi hazánk egyedüli párt maradt azon értékek képviseletében, amelyekben pedig oly sokan hiszünk. Vigyük hát el ezt a reményt. Vigyük el a gyermekotthonokban bántalmazottaknak, a minden nap keményen dolgozóknak, a munkájukat vendégmunkások miatt elvesztőknek, a devizahitelkárosultaknak, a nyomorgó nyugdíjasoknak, az állami dolgozóknak, a gazdáknak, a magyar kisvállalkozásoknak. Mondjuk el nekik, ti vagytok Magyarország. Nekünk ti vagytok a fontosak. Rendületlenül. 4 gyermek édesanyja vagyok, nekem nem mindegy, hogy milyen lesz a jövő. Nem hagyhatjuk, hogy Magyarország Tónik homokozója legyen. Ez a mi hazánk. Vigyük el a reményt. Köszönöm, hogy meghallgattak.